brand new future has begun. Ez nem az életem volt. Eddig. De jön a hétvége, az év egyik legnagyobb autós rendezvénye, amire viszont fel kell készülni. Két fokos meleget jósolnak, úgyhogy ezeket muszáj vinnem magammal. Szerintem valamelyik jég a kereszt. Ja, hogy mi az úti cél? Íme az USA autók szerelmeseinek és az amerikai életérzés kedvelőinek Mekkája, vagy Miami-ja. A Komáromi Nemzetközi Amerikai Autós Fesztivál. Meg együtt, ahogy egyébként teljesen normális emberek egy hétvégére átváltoznak jockeyingokká, elmerodjant cowboyokká, TJ Hookerré, vagy hogy ne menjünk messzire, Mike Knight-á. Bár az én esetemben ez mindennapos. Don't force me out of bed in your society. Don't push me down the road you've been down. Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now, cause I just wanna shout. Na, erről beszéltem! Itt az igazi TJ Hooker! Két fokos előrejelzés egy kicsit óvatos volt, szerintem van vagy 38 fok. Azt kell tudni erről a rendezvényről, hogy itt vannak kőzgyökeresek, akik már kedden vagy szerdán ide jönnek, és leverik a sátrakat, piknikeznek, teljes Hawaii feeling van, folyik a sör, és hát néha medencevize is. Ezer, 1500 autó szokott itt lenni, és állítólag több 10 000 látogató is el szokott jönni. Minden évben szombat dél körül van egy felvonulás, ami régebben buli volt, mert bementünk a városba, a körforgalomba, álltak az utcán a népek, integettek, fotóztak, mondták nekem, hogy de szép Batmobil. Aztán egy-két éve már nem megyünk be a városba, mert inkább kukoricaföldek mentén vezet az út. Az meg annyira nem buli, én azóta nem járok, mert cuki állat, a szarvas, meg minden, de az én autómat nem annyira tudja értékelni. Amit megtanultam az elmúlt években, úgynevezett komáromi ASF. 1. Mindenképp meg fogsz égni. Tök mindegy, hogy mit csinálsz, piros leszel a nap végére. 2. Fölösleges takarítani az autót, mert hiába törlöm le fél óránként, full por lesz. Ez minden Komárom után kötelező program. 3. Nem szabad megijedni, hogyha szirénázó rendőrautó érkezik, hátsó ülésen egy narancssárga rabruhás emberrel, ez itt tök normál. 4. Bármilyen pick-up hátulját meg lehet csordultig tölteni vízzel, és elfér benne legalább 4-5 ember.
Andi, akit emberek százai fognak bámulni. Andi egy szőke hölgy, csinos alakkal, piros bikini felsőben, de most nem ezért fogjuk nézni, hanem... Andi, nagyon jól vezetsz. Nyugi, azért a férfi társadalom is képviselteti magát. Egy citromsárga Camaróval. Think I'm gonna make a move now. No one here, just us two. Szombaton csináltam, viszont vasárnap kiderült, hogy Komáromban nemzetközi amerikai autófesztivál soha többé nem lesz. Egy 20 éves sorozat szakad meg. Sajnálom. Ennyi voltam mára. Isten áldja Amerikát!